488 esztendő után újabb állomásához érkezett a sárospataki református oktatás. Idén először búcsúztatták ugyanis az általános iskolába járó nyolcadikosokat. A jeles eseményen refis hagyományt követve csengő búcsút is tartottak. Kerámiából készült csengőt kaptak a végzősök, és azt is megtudhatták, hányszor szólt nekik a csengő. Nálunk minden nap ezt a kolompot hallják, sárga részből öntve, nem a pataki kerámiából, a diákok. Én nem tudom, hogy valaki megszámolta-e, hogy 8 év alatti hányszor hallottátok a csengőt. Én megmondom, 19.980 alkalommal csengettek be, ha csak a délelőtti órákat veszem figyelembe. A kisrefisek búcsúztatása akár a nagyok ki a református templomban folytatódott, az eltelt 8 évre emlékezve az intézményvezetőnő az elsőséget emelte ki. Ezekkel a gyermekekkel, a 22 tanulóval kezdtük 2004-ben az általános iskolát, és ők az első osztályunk, akik elbúcsúznak. Nyilván nagy öröm, hogy mind a 22-en itt vannak, azért egy kicsit szomorúság, hiszen ők voltak mindenben az elsők, és furcsa lesz szeptemberben nélkülük kezdeni a tanévet. A 22 végzős általános iskolás közül 15-en a református kollégiumban folytatják majd tanulmányaikat, ami szintén örvendetes az egyháznak. És ezért van létjogosultsága a ballagásnak 8-ba, mert ha egy az egybe a tagintézményből átmenne a gimnáziumba, akkor miért ballag el 8-ba, amikor folytatja 9-be? Hát pontosan arról van szó, hogy ennek az általános iskolának a nyitottság abban is van, hogy a szülő 8-án után dönt arról, hogy a kollégium keretein belül folytatja a középiskolát, vagy valamilyen okból más intézményt választ. Akik nem a református gimnáziumban folytatják tanulmányaikat, többen szakközépiskolában tanulnak majd tovább. Számukra kínálhat majd lehetőséget ősztől a Vai Miklós szakképző iskola, amennyiben a református egyház fenntartásába kerül.